Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Lesz, szervusztok, üdv mindenkinek, itt a Gékán! Hát gyerekek, alig telt el egy kis idő azóta, mióta felraktam egy videót a tiranoszauruszos támadásos cuccról, amit ugyanaz a srác készített, aki ezt a kis mini játékot készítette, és az előző videó alatt kommentbe kérdeztem tőletek, hogy mit néznétek még meg így filmjeleneteket így játék formájába, és jöttek jó ötletek, de többek közt az Enikő kommentelte, hogy hát ő a konyhás raptoros jelenetet a Jurassic Parkból megnézni. Itt van! Itt van. Zseniális a srác, ez ugyanarra gondolt, mint a Zenikő. Ez egy régebbi játéka már, mint a tegnap látott tiranoszauruszos. Nem olyan durvák a textúrák, meg az animáció, meg minden, de mindenek ellenére nagyon hangulatos, na lessük csak meg. Survival, és hát ugye itt majd elvileg valami jön még, de a konyhás cucc már itt van. Ó, itt vagyunk, a filmből látott konyha, hát ugye nagyjából lemodellezve ugyanazok a cuccokkal, sőt, itt vannak még ezek a kis eszközök is, ahova a kis csaj ide bújik. Uha, na most tuti, hogy először csomószor meg fogok halni, először csak nézzük meg, hogy... Beszarsz, hát ugyanaz, mint a filmben, hát beszarsz. Figyeld, láttad a kilincset? Bebújok az ajtó mögé. Na, ilyen játékból kéne több. Lehajolni nem tudok se, hogy az a gond. Hogy nem lődözöl folyamatosan, meg 300-al mész egy autóval, ugyan már. Elbújsz így. Most lehetne mondani az Alien izolációt, ami mondjuk igen. Ott volt egy kicsi feelinged, de ott is túl ilyen előre megrendezettek. Tehát ez valahogy nekem még így is természetesebbnek hat. Mi a fene? Ne, fak. Ez jó, gyerek. Na most gondoljatok bele, és mondom a fiataloknak, ne az új Terminátorokra gondoljatok, a régire, ami még ijesztő volt. Tehát otthon vagy a lakásodba, és látnád az ajtóüvegen, hogy benéz úgy, hogy a fején már szinte egyáltalán nincs bőr, világít a szeme, tudod? Hú, milyen jó élmények, ráadásul VR-ben ezek milyen durvák lennél. Oké, de nézzük meg megint. Most megpróbálok valahogy kicsit elbújni máshova. Nem tudom, a másik raptort egyébként nem hívja be? Hát itt is biztos, hogy észre fog venni. Túl sok mindent itt se tudsz csinálni. Megpróbálhatsz elfutni előle, élvezni azt, ahogy kerget téged, vagy ilyenek, de ez jó, ennek ez a lényege. Azokon nem tudok lehajolni, pedig az... Na, az itt nagyon jó lenne. Észrevett már, gondolom. De ide nem tudsz idejönni, mert ott elakadtál, te kis... Fuck! Ez kész. Jó, hülye vagyok, gyerekek, igen, most látom, hogy a mouse scroll-lal tudsz lehajolni, de nézzük meg akkor így is egyet. És amennyire tekered magad felé a görgőt, annyira hajolsz le. Na, ilyet se láttam még játékban. Na, várjatok, gyerekek. Tiszta film feeling. Ott a rohadék. Na így más a helyzet. Hogy kinyílt az ajtó, és ott a lába ugyanúgy. És ugyanúgy kopogtat vele. Ne. Annál gyorsabban megyek, minél jobban fölállok.
Nem? Nem? És fölugrik a... Ez véletlen jó. Ez nagyon jó. Oké, megint megpróbálom az ajtó mögé bujást. Nagyon tetszett, ahogy ugyanúgy, mint a filmben, így látod, hogy mozdul a kilincs. És figyelem direkt a kilincset. Nagyon jó. Nagyon jó. Gyere, kilincs. Iszonyat feelinges valahogy, tehát, hogy annyira jó lenne, ha több ilyen készülne a sok pontszerzős, lövöldözős, villogó képernyős idétlenségek helyett. Ez komolyan, ez a Tyrannosaurus-os is, meg ez is. Mert ezek olyan jó élményt ad, és nem kell, hogy mindig azt mondják, hogy jaj, mert hogy hamar végigviszed, és akkor nem tart ki 100 óráig. Nem kell egy játékot nyúzni egy évig, meg kettőig. Fuck, és megtalált, tudtam. Szóval ugyanazt tudom elmondani, mint amit elmondtam a tegnapi videóban is, hogy jók ezek. Legyenek rövidek, de legyenek minőségiek, legyen durva benne a hang. Én azt mondom, hogy én sokkal jobban örülnék ilyeneknek, most bebújok ide, mint ezeknek a hót unalmas ilyen több száz órás cumóknak, nem tudnak lekötni. Ezek nagyon feelingesek, és gondolj bele egy visszajövőbe, egy Terminátor, a Predátort említette valaki a tegnapi Tyrannosaurus-os videó alatt, hogy nem egy egész játék, most úgyse tudja, olyan, pont az a gond, hogy mivel túl hosszú, ezért az a minőség rovására megy. A tegnapi Tyrannosaurus-osban is pont az volt a jó, hogy rövid, viszont még az ázó esős szélvédőnek ahogy kinézett, már az a feeling, amit az ad, hogy pici a hely, de viszont részletes. És aztán most meg akarja csinálni a srác Dilophosaurus-os jelenetet, mikor a kövér hapsi ugye nem sikerül neki elmenni az embriókkal, és akkor azt a rész. Dobja botot? Visszahozod? Itt a bot, látod? Ez az bot. Nézd meg jól. Látod? Bot. Te ostoba. Eredj utána, ne engem bámulj. Eredj utána, oda. Na, oda. Mit te hozod vissza? Nem csoda, hogy kihaltál. Kivasallak a jippel, ha végeztem. És gondolj bele, az összes ilyet megcsinálja, és a végén az egészet egyben, mint egy játszható filmet összefűzöd, és gyakorlatilag végig tudnád játszani a Jurassic Parkot így interaktív formába. Szerintem ez, ha tényleg erre pályázik a srác, ez baromi jó lenne. A konyhás jelenete már megvan, a Tyrannosaurus-os jelenete megvan, iszonyat jó lenne. Még ebből a szögből meg akarom nézni, ahogy bejön, hát túl sok mindent nyilván így se tudsz csinálni, én ezt értem. De ezek tényleg ingyenesen letölthető cuccok, ezt megtaláljátok egyébként ugyanúgy lent a leírásban, mint a tegnapit. Jurassic Park rajongóknak kötelező kis szórakozás, haverokkal meg tudjátok nézni, úgyhogy ingyen le tudjátok tölteni. És azt tetszik, hogy ugyanúgy, mint a filmben, hogy először belöki, csak utána még fejjel így rálök, vagy így nem is tudom, igen, igen. Kis rohadék, hogy megzabált. Úgyhogy gyerekek, ez csak ilyen kis rövid videó lett volna, hogy mégis milyen ez. Dolgozik egy harmadikon is a srác, én ezeket igyekszem sorba mindet bemutatni. Valakinek nincs kedve így leszedni, csak így megnézni videóba ezek a kis videóanyagok, ezek teljesen tökéletesek erre. Gyerekek, én azt mondom, hogy mondom, én nagyon örülnék még ilyeneknek. Gondolj bele, Titanic, Predator, Terminátor, Visszajövőbe, Szellemírtók, tudom, hogy abból van játék, de
szerintem egy 5-10 perces kis jelenetet tényleg annyira részletesen meg tudsz csinálni a rövidsége miatt, és annyira vissza tudná adni a filmnek hangulatát, hogy én nagyon megnéznék még ilyeneket más filmekből. Legyen az bármi. Vagy mit tudom, ott van például a Rambo legendás jelenetekkel, és nem tudnak belőle egyszerűen videójátékot csinálni. De ugyanúgy a Terminátor sem, tehát érthetetlen számomra, pedig nagyon jó alapanyagok. A gyerekek, viszont köszönöm a figyelmet, a Jurassic World Evolution-t fogjuk nyomni tovább, lehet, hogy este lesz belőle egyébként live a GK Guszti csatornán, ezt megtaláltok szintén lent a leírásba, ez alatt a videó alatt a csatorna linkjét. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem élveztétek ezt a kis cuccot, legyetek jók, és találkozunk a következő live-ba, vagy pedig videóba. Na, ciao!